A Karcagváros Baleset Megelőzési Bizottsága nevében biztonságos közlekedéssel kapcsolatos fontos információkat szeretnék átadni. Nézzük meg, hogyan tudjuk a veszélyeket elkerülni. Melyek azok a kiegészítők, amelyeknek a kerékpálon rajta kell lennie? Működnek-e a lámpák, működnek-e a fékek, illetve a guminyomás megfelelő-e? Először is nézzük, hogy mik a kötelező tartozékok, amelyek a közlekedés biztonságunkat segítik elő. Láthatóságunk érdekében az első két keréken 2 darab sárga színű küllőprizmát kell elhelyezni. Előre fehér fényt adó lámpát, illetve fehér színű fényvisszaverőt kell felhelyezni, valamint hátra piros fényt adó hátsó lámpát és piros színű fényvisszaverő prizmát. Illetve a biztonságos megálláshoz szükséges 2 egymástól függetlenül működő fék. A balesetek elkerüléséhez tudjuk felhívni a figyelmet a csengő használatával. Fontos még a kormány és az ülés testmagasságunkhoz történő beállítása. Akkor van jó beállítva az ülés, ha arra felülve lábujjhegyen, de stabilan tudunk állni. Továbbá védelmünket szolgálja a láthatósági mellény. A kressz alapján a kerékpárosnak lakóteten kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között kell azt viselnie. Azonban mi ajánljuk, hogy éjszakai látási viszonyok között lakóteten is viseljék, ezzel növelve láthatóságukat, biztonságukat. Hogyan kell szabályosan elindulni? Az elindulást, a forgalomba való bekapcsolódást irányjelzéssel, a kerékpárosok esetében karjelzéssel kell jelezni. Elindulás előtt nézzünk körbe, hogy van-e olyan jármű a közelünkben, aminek elsőséget kell adnunk. Ha erről meggyőződtünk, és az út szabad, el is indulhatunk. Hol kell közlekednie a kerékpárosoknak? Kerékpárral, kerékpárúton, kerékpársávon, vagy ahol ilyen nincs, ott az úttest jobb szélhez húzódva kell közlekedni. Azon az útszakaszon, ahol kiépített kerékpárút van, abban az esetben a kerékpárral csak ott lehet közlekedni. Ez kötelező, nem választás lehetősége. Ez a szabály vonatkozik az elektromos, illetve robbanómotoros kerékpárokra is, amennyiben azok tervezési sebessége a 25 km/h nem haladja meg. A kijelölt gyalogos átkelőhelyen elsőbséggel csak a gyalogosoknak jár, kerékpársokra csak akkor vonatkozik, ha leszállnak és áttolják a kerékpárt. Egy útkeresztéshez érve mindig figyeljük a közúti jelzőtáblákat, forgalomirányító jelzőkészülékeket, útburkolati jeleket, melyek segítik a továbbhaladásunkat, irányt mutatnak nekünk. Ha van kerékpár út az út mellett, akkor csak itt szabad kerékpározni. Azonban nagyon figyelni kell arra, hogy nem minden kereszteződésben van a kerékpárosnak elsőbsége. Ilyen például a piacnál található egyik kereszteződés. Az egyik legveszélyesebb közlekedési tevékenység az útkereszteződésben történik kanyarodás. Nézzük ezt, hogy is csináljuk. Először nézzük meg a jobbra kanyarodást. Lassítsunk, nézzük meg, milyen jelzőtábla van előttünk kihelyezve az útkereszteződésben. Amennyiben állj elsősorás kötelező jelzőtábla van, meg kell állni, ha van forgalom, ha nincs. Ha elsősorás kötelező jelzőtábla van kihelyezve, csak abban az esetben kell megállnunk, ha másképp nem tudjuk biztosítani az elsőség adási kötelezettségünket. Jobbra kanyarodás során is kanyarodási szándékunkat karjelzéssel kell jelezni, ezt mutassuk. Kanyarodás követően az út jobb széléhez húzódva haladjunk tovább. Akkor nézzük, hogy kanyarodjunk balra. Kereszteződésben, kapubejáróhoz történik kanyarodás előtt lassítsunk, nézzünk hátra, ezután egy jól látható, balra mutató karjelzéssel mutassuk meg szándékunkat a közlekedés többi részeje felé. Ezzel elkerülhető az, hogy megelőzzenek, hiszen látják szándékunkat. Ezt követően húzódjunk be a felező vonal mellé, majd a kereszteződésen áthaladva kerékpárunkat irányítsuk az úttest jobb szélére. Útkereszteződés előtt továbbhaladási szándéknak megfelelően kell a kerékpárral az úttesten elhelyezkedni. Figyeljünk az útburkolati jeleket, melyek mutatják a helyes irányt. Amennyiben ezt a jelzőtáblát látjuk, csak akkor hajthatunk be, ha a kiegészítő tábla ezt megengedi. Kiegészítő tábla hiányában ne hajtsunk be egyirányú forgalommal szemben, ugyanis a keresztező utcában közlekedők nem számítanak ellenkező oldalról érkező kerékpárosra. Az elmúlt időszakban több olyan baleset történt, amikor a holtérben nem látták a sofőrök a kerékpárost. Ezt hogyan lehet megelőzni? Törekednünk kell arra, hogy mindig látszódjunk. Jó láthatóak legyünk. Ezt lámpa használattal tudjuk elérni, illetve az, hogy figyeljük a gépjárművek holtereit. Teherautóknál, buszoknál ez nagyon nagy, ez a holtér. Holtér ez egy olyan terület, amit a járművezetője önhibáján kívül nem lát. Fontos megjegyezni, hogy ha én nem látom a sofőr arcát, ő sem lát engem.